A kék neonhal a guppi után talán az egyik legkedveltebb díszhal. Oldalán kék és piros csík húzódik, ha ezek nem jutnak sok fényhez, elkezdenek halványodni, de amint világosság éri őket, visszanyerik a színüket. Testhossza 2 cm-től egészen 4 cm-ig változhat. Általában az akvárium közepén szoktak tartózkodni, rajviselkedésük csak akkor jön elő, hogyha 6 vagy annál több példány van. Sűrűn beültetett sötét akváriumokat kedvelik, de ebben is néznek ki a legjobban. Eredeti hazájuk a Dél-Amerikában folyó Amazonasban van. Szaporításuk igen nehéz, de ha sikerül, 150-nél is több kis neon halunk lehet. Pároztatás legnagyobb hátránya, hogy nagyon kicsi eltérés van a hím és a nőstény egyet között. Így amikor megveszük őket, nem tudhatjuk, hogy a két nem közül melyik lehet az. Az egyetlen különbség az, hogy a nőstények mintája görbébb a hímekénél. A fogságban tenyésztett példányok könnyen alkalmazkodnak, de a nagy hirtelen változásokat nem képesek elviselni, és akár bele is halhatnak. Nagy testű halakkal nem ajánlott együtt tartani, mert akár fel is falhatják őket.